Köszöntöm a Motormánia nézőit! Mai adásunkban ismét ralizunk. Múlt héten a Veszprémi futam prologjáról már láthattak egy hosszabb összeállítást, most pedig azt fogjuk megtekinteni, miként is alakult maga a verseny. A Veszprémi versennyel 5. állomásához érkezett a magyar első osztályú rali bajnokság. Akik látták a Király Szent Istváni prológot, azok okkal feltételezhették, hogy a szombatra, illetve vasárnapra kijelölt igen kemény embert és autót próbáló gyorsasági szakaszokon is tovább folyik a péntek délután megkezdett küzdelem. A szinkronpályán minden esetre ifjabb Tóth Jánosék bizonyultak a leggyorsabbnak. A pontversenyben élen álló Benik Balázsnak csak a második hely jutott. No de nézzük, miként is készültek a bajnokság éllovasai. A felkészülés minek egyében tett? Hát a felkészülés az még orvostól orvoshoz jártam, még voltak egy ilyen utóvizsgálatok, és tulajdonképpen én azt hiszem, hogy most talán a bukás óta ez az a verseny, ahol úgy érzem, hogy sokkal jobb a felkészülésem, mint az ezelőtti versenyeken. Holnap után majdnem végig murvás pályák lesznek. Mennyire fekszenek neked a veszprémi gyorsasági? Tavaly előtt én azt hiszem, hogy jól teljesítettünk, és viszonylag gyorsak voltunk a murvás szakaszokon. Hát én bízom benne, hogy ennek fejében az idei év is így fog eltelni. Nem tudom, majd meglátjuk, hát verseny után ezt meg tudom mondani. Kicsit nehezen kezdődött számotokra az idei bajnoksághoz szemben, a tavalyi versenyt te nyerted. Igen, hát Veszprém rali pályát nagyon szeretjük. Főleg így, hogy csak Murva, hiszen ez a térség a Murva pályáiról híres, nagyon jó adottságokkal rendelkező speciálok vannak itt. Hát ebben az évben csak ilyen szakaszokon versenyzünk. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó lesz a magyar bajnokság első 5-6 helyezettje. Én azt gondolom, hogy mindegyik. Győzni tudtok majd? Ezt nem tudom, hogy győzni tudunk-e, ha egy kicsit tudunk gyorsulni szombathelyhez képest, akkor én már elégedett leszek. Ott mi volt a probléma? Tulajdonképpen annyi probléma nem volt, tehát az autó tökéletesen működött. Ha valakivel volt probléma, az én voltam. Én nem tudtam egy kicsit önmagamhoz képest megújulni, fölgyorsulni. Valami oknál fogva lehet, hogy ez egy pszichikai teher volt rajtam, hogy ugye nagyon kevés pontunk van, nagyon kevés versenyt tudtunk befejezni, és lehet, hogy ettől én nem mertem bevállalni olyan dolgokat, amiket előtte bemert. Nem voltam elég magabiztos, nagyon bizonytalan voltam. Versenyen viszont mit láthatunk tőled? Hiszen ott a pontok nagyon fontosak most nektek. Azt hiszem egy egészséges kompromisszum az a egész versenyre igaz lehet, tehát a számunkra az a legfontosabb, hogy tényleg célba érjünk és újabb pontokat szerezzünk, megőrizve a második helyünket a bajnokságba. Nem szeretnénk fölöslegesen kockáztatni. Elég lenne a második hely? Évvégén kérdezed? Természetesen igen, tehát boldogok lennénk, ha ezt a második helyet meg tudnánk tartani, mert álmainkban se gondoltuk volna, hogy ez sikerülhet. De még meg lehet a győzelem is akár. Egy kis szerencsével azt azért mindig tegyük hozzá, meg lehet, mert hogyha itt a papírformát vagy az erős sorrendet nézed, akkor én egy harmadik, negyedik helyre tenném magunkat itt ebben a mezőnyben, de hát ne így legyen. Az előző versenyen nem volt szerencsétek. Mi lesz most ezen a hétvégén? Reméljük, hogy szerencsénk lesz. Jó kedvűen állunk neki ennek a versenynek, úgy érzem, hogy most minden rendben van. Autót nagyon jól be tudtuk szerintem állítani, egy új mérnökünk van. Ő teljesen máshogy állította be az autót, mint az eddigi mérnökünk. Miért kellett mérnököt cserélni? Igazából én úgy gondolom, hogy nem nagyon voltunk megelégedve. Egyszerűen nem tetszett az autó Murván, tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy egy 98-as autó jobban tetszett, mint egy 2002-es Murván. Na most úgy van beállítva az autó, hogy most sokkal jobban tetszik, mint egy 98-as. De a fejvári pályán teszteltünk az egyik fejvári Murván, és volt egy hely, ahol kettővel följebb fordultam az autóval, mint Fejvárral. Úgyhogy sokkal jobb lett az autó, remélem, hogy minden rendben lesz. A teszt, mint mondan, nagyon fontos. Ebben az évben viszont ti elég keveset tudtatok tesztelni. Hogy készültetek most erre a futamra? Hát most azért eltöltöttünk a teszttel egy jó 2,5 órát. Múlt héten hétvégén az autóval a Leszek Kuzály ment Lengyelországba, ő meg is nyerte a versenyt. Az ő segítségét kértük, itt volt velünk. Ő ült benn mellettem és úgy teszteltem, tehát együtt állítottuk be a kocsit. Reménykedek, hogy emiatt is jobban sikerült. A teszt végén megköszöntem neki, remélem, hogy a verseny végén is meg tudom neki köszönni. Szombathelyen a végén már elég jól mentetek. Mi lesz most? Hát remélem úgy folytatjuk. Egy picit bízom abban, hogy a Murván talán közelebb tudunk kerülni a többiekhez. Jó lenne a dobogón végezni. Tulajdonképpen valahol ez lenne a
a cél. Mennyit készültetek? Hát én azt gondolom, hogy becsületesen felkészültünk. A pályabejárásokat szerintem elég jól sikerült megcsinálnunk, úgyhogy nem lesz, tehát ilyen szinten nincsen gond. Hogy tetszik egyébként az autó? Tegnap ki tudtuk próbálni, mentünk vele egy 20-30 kilométert. Tényleg egy klasszissal jobb, mint az N-es Mitsubishi-nk. Én már hozzá hasonlítani nagyon nem tudom a régi VRC-hez, tehát körülbelül egy szinten lehetnek szerintem, mert egyforma évjáratú a fejlesztés rajtuk. Én gondolom, hogy jó az autó. Nekem kell egy kicsit most szokni, mert ugye visszaálltam erre az N-es autóra. Ez megint más vezetési stílust igényel, de hát remélem menni fog. Asi nem indul, tehát meg lehet a győzelem is. Hát bízunk benne, tényleg nagyon óvatosan fogunk menni. Nekünk az első hely a cél, kategóriánkat meg kell nyerni, hát bízunk benne, hogy azért az autó is rendben lesz és kibír mindent. Mennyire lesz ez könnyű, vagy éppenséggel nehéz? Hát a pályák elég nehezek. Vannak benne új részek is, meg a régi pályák is össze vannak új részekkel vonva, de tényleg óvatosan szeretnénk menni, és nagyon bízom benne, hogy minden rendben lesz. Mennyire motivál az, hogyha nyersz, akkor átveszed a vezetést az A csoportba? Hát ez a célunk. Ez a célunk igazán, hogy mennyire motivál, nem tudom, nagyon sok minden múlik az autótól is. Az biztos, hogy jobb érzés lenne, hogyha elsők lennénk, nem másodikok kategóriában. Hogy készültetek erre a versenyre? Nagyon alaposan letréningeztük a pályákat, ugyan nem mentünk nagyon sokat, mert nagyon rossz minőségűvé váltak a végére. Inkább azokat a kritikus pontokat próbáltuk felírogatni, amiket meg kell tisztelni, mert én úgy gondolom, hogy ez igazából a kitartás és az óvatosságnak lesz a versenye. 150 km elég rossz minőségű utakon, főleg én a második körre gondolok, ahol már nagyon rosszak lesznek a pályák, rengeteg ugratóval. Azt hiszem, hogy itt nagyon összpontosítani kell arra, hogy ne okozzon kárt az ember az autóba. Nektek nehéz lesz, de a nézőknek viszont nagyon látványos. Reméljük, hogy arra is fog erőnk maradni, hogy a nézőknek is tudjunk autózni. Természetesen megpróbálunk minél gyorsabban menni, hiszen nagyon sokan kergetnek minket, és szeretnénk most is nyerni, és szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket is, úgyhogy sietnünk kell. A csoport abszolútban mi lesz? Hát gondolom semmi, mert ugyanígy itt van a Turito, vannak még Mitsubishik, akik A-ban indulnak, ezeket nem nagyon tudjuk megverni természetesen. Igazából mi az F2-re pályázunk, és ezt szeretnénk megtartani. Az előző versenyen már majdnem meg tudtad fogni Bútor Robit. Miért nem sikerül? Mert ő gyorsabb volt, úgyhogy erre ilyen egyszerű a magyarázat, nem kell ezt túlmagyarázni, azt hiszem. Hát nem volt sokkal gyorsabb. Igen, valóban mi tudtuk, vagy éreztük, azt mondom, tudni nem tudtuk, éreztük a verseny elején, a tréningen már, hogy ezen a versenyen lehet esélyünk. Valószínűleg erőt adott az is, hogy a tavalyi évben itt meg tudtuk őt verni. Ezt közöltük is vele ugye a versenyek a tréningén. Én azt hiszem, hogy ez egy kicsit hatott is rá pszichésen. Ezáltal közel is tudtunk hozzá menni. Én azt hiszem, hogy félretéve a viccet, a szombathelyi versenyen ott olyan pályák voltak, ahol eltűntek a pilóták és az autók közti különbségek. Én azt hiszem, hogy ez a Veszprém Rally ez nem feltétlenül ilyen. Én bevallom férfiasan, hogy nagyon-nagyon sok helyen én nem merem átnyomni ott, ahol át lehetne. Féltem az autót is, félek attól, hogy fel is borul az autó, orra esik. Félek attól, hogy a féltengelyek nagyon-nagyon sokat kapnak és nem fogja kibírni, úgyhogy én azt hiszem, hogy itt azért most egy kicsit kevesebb az esélyünk, ezt be kell valljam. Utoljára nem ezzel az autóval mentetek, hanem egy VRC-vel. Mi történt? Hát így van pontosan. A fő támogatónk az Intime direktkori anyagjogokra hivatkozva kivonult a versenysportból, illetve a rally sportból, és hát jelenlegi költségvetésünk ilyen autóval való indulást tesz lehetővé. Mennyire bánjátok ezt? Gondolom nagyon. Hát teljesen más egy VRC-nek a feeling, teljesen más vele autózni, megpróbálunk ebből majd szépet alkotni. Ezzel szemben ilyen autóval sem mentél még sohasem. Nem, és sajnos úgy látszik ez az év, ez most már azt tudom mondani, hogy ez a futó perceknek az éve lesz nekünk a számunkra. Az autó ma reggel érkezett, hát 5 km tudtunk vele menni. Futómű problémái tehát derültek ki az autónak. Ezt a Borsi Gergőnek a csapata úgy néz ki, hogy tehát meg tudja még oldani ma estére. Jelen pillanatban széria gátlók vannak az autókban, abban teljesítjük a prologot. Reméljük, hogy ez este elkészül. Ez az együttműködés mennyire lesz hosszú? Egyelőre próbának szánjuk, a költségvetésünk alatt, tehát ilyen autóval való indulást tesz egyelőre lehetővé, meglátjuk majd, hogy alakul. Pályák mennyire tetszenek, hiszen ezek neked hazai pályák? Hát én itt vagyok, ez végül a szívem kicske Veszprém Rally, úgyhogy én nagyon szeretem az itteni pályákat. Szombathelyen nem tudtatok célba érni, mi is történt pontosan? Sajnos nem, elnéztem egy kanyart, és kicsúsztunk a pályáról neki egy fának, egy szerencsétlen
véletlen volt, pont az utolsó gyorsaságin, amikor már nem kellett sietni. Talán épp ennek is tudható ez be, egy kicsit feltehetőleg lazábbra vettem a figurát, és később fékeztem, amit nem lett volna szabad. Ott elveszítettetek egy biztos dobogót. Mi lesz most ezen a hétvégén itt Veszprémben? Hát azt hiszem, most kapaszkodnunk kell, hogy azt a tempót vissza tudjuk szerezni, ami a Szombathelyen volt, illetve az azt megelőző versenyen, mert azért az emberben benne marad ilyenkor egy kicsit az esés, illetve hát azok a pontok nagyon hiányozni fognak az évvégi elszámolásnál, úgy gondolom. Versenyen hova fogtok érni? Hát szeretnénk dobogóra, mindig ez a cél. Erre mennyi az esély? Szerintem komoly esélyünk van rá. Gyorsak és a murva mennyire tetszenek? Én nagyon-nagyon szeretem a murvát. A Fehérváron is szerintem jól sikerült mennünk. Remélem, hogy itt Veszprémben és ez hazai pálya nekem sikerül ugyanolyan jó teljesítmény nyújtanom. Tehát meg lesz a győzelem? Én nagyon szeretném, igen. Az egy futamra szóló eltiltását töltő Aschenbrenner, valamint az N-csoportos Lancer terelgető Szajki csak a pályák széléről figyelte az eseményeket. Nem indulhat ezen a versenyen. Mennyire sajnálom. A mi arcunk csak egy lehet. Döntsél te, küldj SMS-t vagy telefonálj. Szavazz! Arcátlanul friss. A közvetítés támogatója az Ungor és Ungor Borház Kft. Mint marslakók, úgy csöppentek a drága hanyósa még most ide. Jaj, mit tegyek, hogy rend legyen, hisz kosz és zsírül mindenem. Univerzális ajakzsíroldó, az összes szennyeződést eltakarító. Mindenki szuk, ragyogni fog, szemvillanás és kész vagyok. Univerzális ajakzsíroldó, ez még anyósomat is meglepi. El is viszi? Új Ajax univerzális zsíroldó. Alig, hanem az univerzum leggyorsabb zsíroldója. Készüljetek a túlélőkre! A következőt! Indulás! A háború sodrában. Ellenséges hajó a körzetben. Egy amerikai tenger alatt járó legénységének. Vészmerülés! Szembe kell néznie. A rettegéssel. Láttátok? Nem vagyunk egyedül ide lett. Valaki jelentkezzen be! Hová tűntek? Merülés a félelembe. A mozikban. Tíz százalék is sokat számít. Dau Egbert karaván plusz 10% ajándékba. A Soproni Jászok bemutatja a Söröcske, de okosan. Mai menünk malátaleves, töltött soproni és folyékony kenyér. Hozzávalók. Egy szép rekesz Soproni Jászok. Előkészítjük a jól behűtött alapanyagokat, majd a felesleges részektől megtisztítjuk. Figyelem, a külső kemény rész fogyasztásra alkalmatlan. Átlátszó üvegedényben tálaljuk. A hölgyek is könnyen elkészíthetik. Soproni Jászok, egy jó pofa sör! Most már más nem olyan, amilyennek gondolnám. Miért szeretik a Sláger Rádiót? Most már nekem is nagyon tetszik. Sláger Rádió pörgősebb. Nem lassú, nem unalmas. Phil Collins. Madonna. Abba. Elton John. Sting az jó. Változatos, ettől érezzük jól magunkat. Az én korosztályomnak szól. Bikini. Republic. Edda. Charlie. Olyan zenéket hallhatok, amit más rádióban nem. Azt mondom, hogy a munka közben nem ezt hallgatnám, akkor bekattanni. Minden ismerősöm a slágert hallgatja. Minden idők legnagyobb slágerei. Sláger Rádió. Én nem szoktam hallgatni. Monroe Hutchin már 10 éve legyőzhetetlen. De a Sweetwaterbe újra érkezik. Álljon ki vele! Ha legyőzi, 4 millát kap. Wesley Snipes, Vink Reis, Peter Falk. Vitathatatlan. Július 31-től a mozikban. Hm?
Siessen haza! Az internet már otthon van. Ragadja meg a lehetőséget, és próbálja ki egyetlen mozdulattal kötöttségek és külön előfizetés nélkül. Perzdíjas internet a Matávtól. További információért hívja az 1212-t. Mostanában több halálesetünk is volt. Összes sportoló a környéken. Lövi magába az anyagot. Ne kell avatkoznunk, de gyorsan! Akció, indul! Nincs mentsége. Megtriplázhatod az erőnek. Itt a fizetés ideje. Don Wilson és a Ford Fairlane-ből jól ismert Andrew Dice Clay. Bármi áron. Péntek este 20:50-kor itt a Viaszat 3-on. Sajnálom mindenképp az eredmény szempontjából. Azt hiszem, hogy még ilyen könnyű helyzetben még nem voltam verseny előtt. Nem izgulok együtt a többi versenyzőtársammal. Egy kicsikét mindenképpen jó ez a kikapcsolódás, ez a pihenés. Én szerintem ez a 3-4 hetente lévő versenyek nagyon-nagyon megviseltek engemet, és szerintem mindenki mást. Nekem az miatt, hogy saját szakosztályom, mert ebben az évben új autónk van, a szponzorokkal még jobban igénybe veszi azt, hogy több helyre kell figyelnem, és igazándiból nagyon jót tesz ez, hogy pihenhetek ebbe a 3-4 hétbe. Talán az A8-nak is, hiszen szorosabb lesz így a bajnokság, majdnem 20 ponttal vezettél már. Igen, 17,5 ponttal a Tamásik előtt voltam, hogyha ők ezt a versenyt nyerik már, pedig szerintem ha nem esnek ki, akkor biztos, hogy nyerni fogják, akkor egy kicsivel előttem lesznek, innentől ez izgalmasabb lesz a verseny, addig gyűjtögetett pontjaink háttérbe szorultak, de azt hiszem, hogy ettől lesz izgalmas a verseny, hát annyi megvan, hogy most már nem szabad hibáznom, és célszerűen nem minden versenyen célba érnem. Azt nyilván említenem sem kell, hogy a szombati pályák közül legtöbben a Kislőtértől, illetve az Öskütéglagyári szakasztól tartottak a legjobban. Félelmük nem is volt alaptalan, hiszen mindjárt az első körben kihullott a fél élvező. Az áldozatok. Angyalfi Károly, Kis Ferenc, Krózser Menyhért, Bútor Róbert és a Subarus Vizén László. Egy fordulóval később csatlakozott hozzájuk Oroszlán, valamint az addig parádésan autózó Szilágyi Domonkos és Elek Vinocai kettős Lancere is. Eközben, akik a pályán maradtak, továbbra is lelkesen csatázgattak egymással. Ám az időeredményeket tekintve kijelenthetjük, az első hely sorsa elméletileg már ekkor eldőlt, hiszen az éről induló címvédő Janika tetemes 31,1 másodperces előnnyel zárta az első napot. A Benik Somogyi kettős ugyan autózott két abszolút időt, azonban a hatalmas por megpecsételte sorsukat. Hozzájuk hasonlóan járt a többi üldöző is. Minden esetre a szombati erőpróbát Tagaiék zárták harmadikként. Őt Áslán szerével Túri, az N csoportos meglepetés ember Posta, majd haldokló Skodájával Szabó Gergő követte. Az első nap végén 31 másodperccel vezettek. Hogy sikerült ekkor előnyt szerezni? Próbáltunk azért a lehetőségekhez képest gyorsan menni. Egyfelől sok szerencsével is versenyeztünk, hiszen az autónak nem történt semmi baj ezeken az eléggé, én úgy gondolom, autógyilkos, autószaggató pályákon. Jó sikerültek a beállítások, a verseny előtt tudtunk egy kicsit tesztelni, úgyhogy ez én összetett dolog, hogy illetve az ellenfelek hibáztak. Holnap se lesznek könnyű szakaszok, de egy kicsit talán nyugodtabban kezdheted meg a napot. Én azt hiszem, hogy senki nem kezdheti ilyen pályákon nyugodtan a napot, szerintem mindenkinek a maximumot kell hozni holnap is. A második helyen állsz, mennyire vagy vele elégedett? Nekem a második helyen nincs is problémám, én megmondom őszintén, egy nagyon szoros csatára számoltam a mai nap, ami szerintem létre is jöhetett volna. Miért nem jött ez létre? Nem volt rá szansunk, hogy fel tudjunk gyorsulni, hiszen próbáltuk bevállalni azt, hogy a porban nem láttunk, de porul is jártunk, mert egyszer egy fának mentünk neki, egyszer egy szallagot szakítottunk át, egyszer túlcsúsztunk neki, mentünk egy elég nagy bokornak, és tolatnunk kellett három alkalommal is a mai nap folyamán. Egyszerűen nem tudtam többet, tehát ennyi fért bele a mai nap. A pályák egyébként mennyire tetszette? A pályák nagyon jók, fantasztikusak. Tényleg én azt mondom, hogy VB szintű pályákat rendezett a Veszprém Rally, de egyetlen egy probléma van, tehát az egy percet nem bírja ki. A verseny előtt azt mondtad, örülnél a dobogónak, most a harmadik helyen álltok. Mennyire vagy ezzel elégedett? Hát én azt hiszem, hogy ezzel maximálisan elégedettnek kell lenni. Minden, vagy legalábbis majdnem minden úgy történt, ahogy mi azt elterveztük. A Balázssal és a Janikával nem igazán bírunk. Azért sem, mert azt hiszem, hogy mindenképpen gyorsabbak lennének, másrészt meg folyamatosan valakinek a korába kell autóznunk, és így egyszerűen nem lehet menni. Mennyire voltak embert próbálóak a mai szakaszok?
nagyon nehéz pályák a kislőtérnek az a nehézsége, hogy nagyon sok az olyan bukkanó, ami nagyon eldobja az autót, és nagyon oda kell figyelni, hogy érkezzél rá, hogy ne legyen semmi komoly probléma. Az öskünek meg az a nehézsége, hogy nem látod a pályát, tehát ennél rosszabb azt hiszem, hogy nincs, hogy bemész a hatodikba a fák közé, és gyakorlatilag nem látod, hogy merre kell menni. Mit lehet tenni a nagy por ellen? Semmit, lassan kell menni, csak hát nem erről kéne szólni az autóversenynek. Tehát vagy bevállalod, és megtalálod az utat, vagy nem, vagy visszaváltasz hármat, és porosztkálsz a porban, amíg egy kicsit ki nem tisztul, csak hát ennek is semmi értelme. Az első nap végén az abszolút negyedik helyen állsz. Mennyire örülsz ennek? Hát igazán örülök. Hát ez úgy sikerült, hogy tényleg nagyon sokan kiestek. Van olyan gyors, ahol 12 autó esett ki. Tényleg nagyon kemények a gyorsoknak a minősége, úgyhogy nekünk is nagy szerencsénk volt. Nagyon sok ilyen ugrató van benne, és néha olyan rosszul esik le az autó, hogy van, mikor az út mellé 5 méterre esünk le, és ott ne találtam valami árok van, vagy ki van árkolva, akkor azt hiszem, hogy elég nagy problémák lennek. Nagyon óvatosan kell átmenni. Volt valamilyen rázós helyzetetek? Elég sok volt. Tényleg óvatosan akartunk menni, mert mindenféleképp meg kell nyernünk az A8-at, de még így is nagyon sok rázós helyzetünk volt. Akkor a következő körben ugyanazon a pályán azt a részt megfogtuk, tényleg óvatosan átmentünk, és utána megint a következő, vagy utána 1 kilométerre, amire nem számítottunk, megint ugyanúgy. Úgyhogy tényleg szerencsénk volt. Az abszolút hatodik, illetve a kategória első helyen álltok. Mennyire vagy elégedett? Gondolom nagyon örülsz. Hát ez elmondhatatlan. Ilyenkor az első 4 versenyt gyakorlatilag nem fejeztük be, mindig technikai hibák miatt. Azután valamilyen szinten elég tétel, bár a holnapi nap nagyon hosszú lesz. Hogy tetszett a mai nap? Milyen volt a mai megpróbáltatás? Nekem igazából, én úgy gondolom, hogy olyan sok gondom nem volt vele. Volt 2 olyan hibánk, ahol egy kicsit gyorsabban mentünk, egy kis forgás lett belőle, de azon kívül ugye pályákkal különösebb baj nem volt. Por? Por az mindenképpen hátráltatott, tehát különösen ezen a sóíték a gyári szakaszon volt mind a 2 körben olyan, hogy szerintem egy olyan 20-as benne maradt a gyorsaságiban a por miatt. Elég nehéz volt számotokra ezen a nap. Igen, a negyedik szakasz, tehát rosszul is indult a nap, és a negyedik szakaszon úgymond megpecsételődött a sorsunk, mert tönkrement a differenciálművünk. Most a fiúk ezen dolgoznak itt, és elég rosszak az előjelek, mert különböző kis fogaskerék darabok kerültek elő a váltóból, és nem hiszem, hogy meg tudjuk javítani. Végig lehet menni egy ilyen autóval szerinted? Nem, tehát az utolsó 3 szakaszt, vagy 2,5 szakaszt tulajdonképpen lépésben 60-80 km/h sebességgel tudtuk megtenni, mert egyszerűen egy kicsit nagyobb gázt adok, akkor olyan hatás, mint a csúszna a kuplunk, és nem hajtja, nem viszi az autót, tehát sok értelme nincsen, és a helyzet az csak rosszabbodhat, az meg elég sokba kerül. 2 kerék meghajtású szakszójával Hercigék duója foglalta el a 7. helyet. Majd jöttek az N-es Mitsubishik, azaz Tobak, Garami, illetve Potka. Az F2-ben úgy néz ki, megvan az áhított első hely. Igen, így nem szerettük volna, be kell, hogy valljam őszintén. Nagyon elkeseredtünk, amikor Robit megláttuk a pályaszélén. Szerettünk volna vele vívni egy jót, mint Szombathelyen. Ez most sajnos nem jött össze, mert technikai probléma miatt ki kell, hogy álljon. El vagyunk keseredve, így nem az igazi, azt kell mondjam. Azért olyan nagy szomorúságot mégsem látok az arcodon. De, tényleg van. Tehát azt gondolom, hogy... Gondolok itt arra, hogy ti hogy mentetek. Igen, a menésen nincsen volt, tehát tetszik, próbálunk vigyázni az autóra, nagyon-nagyon sokat kap a kocsi, tehát ez tényleg egy elég gyilkos pályák vannak. Egyelőre nekünk olyan komolyabb problémánk nincsen, az önintót kellett kicserélnünk, egy lengőkart és egy hátsó agycsapágyat. Itt szeretném kiemelni a francia kollégáknak segítségét, mert önzetlenül megkaptuk a Robi autójából az alkatrészeket, úgyhogy ez is kellett, hogy itt legyünk. A második napon már 2 perces különbséggel rajtoltatták az időközben alaposan megfogyatkozott mezőn. Ez a döntés a Szabó kerékpárost különösebben nem érintette, hiszen az Octavia a park fermében megadta magát. Így a bajnoki pontverseny második helyezettje ideje korán búcsúzni kényszerült a további megpróbáltatásoktól. Amiből pedig továbbra sem volt hiány, hiszen a rendezők a kislőtér mellé berakták az ugratójáról híres, ám de igen gyilkos sói erdei szakaszt is. Minden esetre ifjabb Tóth Jánost ez a közjáték aligha zavarta, és Tóth Imrével az oldalán további 3 gyorsaságit nyerve végül győztesként terelte célba 206-os Peugeot-ját. Második az ugyancsak 3 szakasz legjobb idővel abszolváló Benik lett.
harmadik pedig a tagai testvérpár Subaruja. A negyedik, ötödik pozíción csak úgy, mint az előző nap, Turival, valamint Postával a volánnál egy Ás, illetve egy NS Mitsubishi osztozkodott. Szabó kiesését kihasználva Hercik feljött az abszolút hatodik helyre. Őt Tobak, majd a Garamit lehajrázó Botka követte. A top 10 utolsó párosa a Tyavoda Podina kettős lett. Nagyon fontos volt számodra ez a mai győzelem. Így van, hát nekünk már minden futam nagyon fontos, főleg az, hogy ha lehet, akkor próbáljuk megnyerni. Más célt nem tudunk jelen pillanatban kitűznünk magunk elé, csak ezt. Van még három, reméljük, hogy azok is hasonló szerencsével fogjuk megcsinálni. Milyen volt a mai nap? Hát nagyon nehéz, nem csak a mai, a tegnapi is, hiszen azért ezek a lőtér melletti szakaszok, ezek igazán nagyon nehéz szakaszok a magyar mezőnynek nekünk is. Nagyon sok szerencse kellett hozzá, hogy egyáltalán célba érjünk úgy, hogy az autó ne rongálódjon meg erősen, de most szerencsésen versenyeztünk. Ezzel a második helyen nagyon fontos pontokat szereztél a bajnokságban. Igen, ez így van, és örülünk a második helynek, 15 pontot viszünk haza. Úgyhogy ez mindenképpen előrehaladása a évvégi pontgyűjtéshez. Budapest rallyra majd megpróbálunk egy picit jobban felkészülni, és nem megadni azt a lehetőséget, amit az első nap történt. Úgyhogy majd kicsit jobban oda fogunk figyelni. Tartottátok a tegnapi pozíciótokat? Hát igen, ez azért ennyire nem volt nehéz megtartani. Gyakorlatilag igen, annyi volt a cél, vagy a feladat, hogy meg kellett tartani. A mai autózás az minek a jegyében telt? Próbáltunk gyorsan menni, de ez az első körben nem igazán sikerült. Talán összeszedetlenebbek is voltunk, és úgy gondoltuk, hogy mivel nagyon le vagyunk maradva, ezért nem kell új gumikat fölraknunk. És még a szombathelyen levetett, és a teszten használt gumikat raktuk föl, és hát elég nehezen autózható volt. Tehát azért az a tanulság, hogy bármilyen rossz gumit nem lehet föltenni rá. Úgyhogy a második körre föltettünk új gumit, és összehasonlíthatatlanul jobb volt az élmény is, és az idők is azért jobbak voltak. Milyen volt a mai hadgyors? Mondom, minőségre nagyon kemények voltak. Itt az utolsó gyorson volt a legnagyobb problémánk, mert az etapon széttört a hátsó diffink. Csak ilyen kalimpálásokat hallottunk bennem, úgyhogy az arcunk az így állt rögtön mind a kettőnknek, és akkor gyorsan előszedtük a szerszámokat, hátsó kardánt levettük, és csak első kerékhajtással jöttünk át a gyorsaságin, de mégis kibírta. Nagyon féltünk tőle, hogy nem fogja kibírni. Számodra mekkora öröm ez az abszolút ötödik hely? Elmondhatatlan. Szerintem első utolsó, legalábbis ennes autóval. Hát azért nagyon ritka, hogy ilyen autóval ilyen szerencsésen alakulnak a körülmények, hogy valakinek sikerül odaérni. Mégiscsak meglett az a záhított győzelem. Igen, azt kell mondjam, az egyik szemem sír a másik nevet, nagyon sajnálom a Robit, de hát a 20 pont jár, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk. Mi kellett volna a győzelemhez? 27 másodperc. Mert 26 másodperccel fordultunk a második nap, és az első két gyorson ledolgoztam 10 másodpercet a 26-ból, de hát aztán a harmadik gyorson az autónk kicsit gyengékedett, a turbó, és ezáltal visszakaptunk 13-at. Most már végre a célban is tudunk beszélgetni egymással. Igen, végre sikerült beérnünk, és nagyon jó helyen értünk be, a harmadik helyen, nagyon-nagyon nagy csatába. Végig ilyen 2-3-4-eket adtunk egymásnak, és egyszerűen alig bírtam ki az utolsó gyorst, annyira hajtottam. Milyen volt a mai nap? A mai nap úgy gondolom, hogy részünkről kicsit nehezebb volt, mert nem tudtunk előrébb jutni, inkább hogy visszaestünk, de nagyon jókat autóztunk. Magunkhoz képest jó időket mentünk, javítottunk is. Én úgy gondolom, hogy a tegnapi nap porát szívtuk meg itt a végén. A Botka nagyon jókat ment, gratulálom neki. Nem volt benne most a mai nap már több, hogy előrébb kerüljön. Tegnap, mikor utoljára beszélgettünk, épp orvoshoz készülöttél. Hogyan alakult a sérülésen? Egy sima inszalag húzódással megúsztuk a történetet, úgyhogy nem ez hátrázott minket, hanem ennyi volt most. Tehát bejöttünk a abszolút 10. helyre, kategória 5. helyre. Ez volt, célba értünk, úgyhogy örülünk az abszolút pontoknak. És hogy a különféle kategóriák győztesei sem maradjanak ki, az A8-at Túri nyerte, az A7-et a Veszprémi Kassai Dúl, az A6-ot Hercigék Szakszója, míg az A5-öt a versenyzéstől búcsúzók Németh Péter Skoda Felíciája.
Az N4 győztesei postáék, az N3-é a Hadik Gabura 2-ös, az N2-é pedig a Honda Civic-es, Hostyánszky Rózsa páros. A H-csoportban Osváth Péternek, valamint Kovács Attilának köszönhetően ezúttal is Lada VFTS-es siker született. Make you look mad.